Hosszú várakozás után közeleg a szezon rajt időpontja, vasárnap megkezdi szereplését a Miskolci Steelers a hazai amerikai futball legmagasabb osztályában a HFL-ben. Az acélosok most is csak a 100%-kal elégszenek meg. A bajnoki címvédő ellen a TV közvetítés miatt Székesfehérvárot teljesíti a szezonrajtot a Miskolc Steelers. Ezt követően május 12-én szerepelnek majd először hazai pályán az acélosok, az újonc ukrán együttes a Kiev Capitals ellen. Az elmúlt három szezonban döntőben voltak az acélosok, egy arany és két ezüst a csapatmérlege. Minden évben ott van, érezhető a csapatban az a fajta elhivatottság, ami a győzelmekhez kell. Az is igaz ugyan, hogy bármikor közbe jöhetnek sérülések, előre nem látható események, olyan bírói döntés, ami nem nekünk kedvez. Szóval csak remélni tudjuk, hogy nem lesznek leküzdhetetlen akadályok. Nem akadályoz majd minket semmi, és így 100%-os kerettel tudunk majd nekivágni az alapszakasz után a rájátszásnak, fogalmazott a Miskolc Steelers-szel már negyedik szezonját kezdő amerikai szakember. Szenzációs eredményeket hozó szezon tudhat maga mögött a csapathoz visszatérő André White, aki a csapat felkészítésébe is besegít. Minden szezonnak úgy igyekszünk nekivágni, ahogyan azt vezetőedzőnk kéri, vagyis hogy fejlődjünk az előzőhöz képest. Nagyon fontos az egyéni fejlődés, de az is, hogy a csapat tudjon folyamatosan előrelépni, ami biztosítja a fejlődésünket. Természetesen szeretném megismételni legutóbbi eredményem, ha lehet túl is szárnyolnám, de a csapat a fontos. Vázolta elképzelését az amerikai játékos. A szezonterv sem más, mint egy újabb érem a legfényesebből. Ebben segíthet sokat a csapat új elkapója. Nem láttam elődeimet játszani, de hallottam remek teljesítményükről. Az biztos, mindent megteszek majd az edzéseken és a meccseken, hogy 100%-os teljesítménnyel segítsem csapatom. Bízom benne, hogy ez elég lesz majd ahhoz, hogy elérjük terveinket. Hallhattuk a legújabb acélostól. A Miskolc Steelers vasárnap kezdi meg szereplését.